Előzetes letartóztatásba került egy 13 éves kamasz, aki megtámadta a saját kerekesszékes nagybátyját Érden. A fiú előbb kirabolta a maga tehetetlen férfit, aztán kegyetlenül meg is verte. Egy környékbeli vetett véget a brutális bántalmazásnak. A fiúval már korábban is voltak gondok. A lakásától követte a 13 éves fiú a mozgásképtelen férfit, végül itt a Munkácsy Mihály utca közepén támadta meg. Felborította a kerekesszékét és kitépte a táskáját a nyakából. A fiú ezután elszaladt a következő sarokig, kipakolta a táskát és eltette a benne talált pénzt. Ez azonban nem volt neki elég, visszament a földön fekvő férfihez és a bicikliével többször megütötte. A dulakodást észrevette egy környékbeli lakó, ő sietett a mozgássérült férfi segítségére. A fiú elmenekült, két nappal később fogták el a rendőrök, a bíróság pedig a hétvégén letartóztatta. A nyomozás jelenlegi szakaszában fennáll annak a veszélye, hogy a gyanúsított szabadon hagyva a sértett vagy más tanúk megfélemlítésével, befolyásolásával veszélyeztetni a nyomozás sikerét. Attól is tartani kell, hogy szabadon hagyva újabb bűncselekményt követne el. A mozgássérült férfi a fiú nagybátyja. Sikerült beszélni vele, de nem akart nyilatkozni. Nem akarja, hogy még jobban elmérgesedjenek a dolgok a családban. A 13 éves fiú nem volt ismeretlen a rendőrök számára. Vagyon elleni bűncselekmények és testisértés miatt is nyomoztak már ellene az érdi rendőrök. Ezekben az ügyekben azonban meg kellett szüntetni az eljárást, hiszen a fiú még gyerekkorú. A mostani eset azonban minősített rablásnak számít, ami kimagasló tárgyi súlyú bűncselekmény, ezért döntött a bíró az előzetes letartóztatás mellett. A bűnök gyanúsítottja, bár még nincs 14 éves, ebben az ügyben rendelkezett azzal a képességgel, hogy előre lássa a tettének következményeit, és annak megfelelően cselekedjen. A 13 éves fiú letartóztatása után egy budapesti javítóintézetbe került. Ha a bűnösnek találják, 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetik.